Sziasztok, üdvözlök mindenkit a 2023-as év első profitfaktoros videójában, ahol lesz Discord tagság sorsolás, ahogy megígértem, lesz öt dolog, ami ma reggel történt velem január 1-én, az öt első dolog, illetve három tipp 2023-ra, ami valamiféle vezérfonalat adhat nekünk hogy mire fókuszáljunk ebben az évben. Először az öt dolog, ami ma reggel történt velem, és ami összeköthető a szokásokkal. Az első, hogy két pohár tiszta vizet ittam. Nagyon sokáig úgy kezdtem mindig a reggelt, hogy vagy egy kávét toltam le, vagy egy pirítóst, vagy, vagy éppen semmit. Nem voltak jók a reggel, a reggeli rutinjaim, és nem január 1 változtattam meg őket. Erről beszéltem a tavalyi január 1 videóban, az inkább ilyen évértékelős évutolsó videója volt, ellentétben ezzel, ami nem évértékelő, hanem egy január 1 videó. Úgy gondoltam, hogyha tegnap vagy tegnap előtt ugye rengeteg videó kiment, hogyha tegnap raktam volna ki, vagy tegnap előtt, akkor azt leöblítette volna mindenki egy pohár és nem biztos, hogy olyan üdítő és iránymutató tudna lenni, mint amilyennek ezt a videót szánom, ugyanis általam fontosnak gondolt mondandóm van ebben a videóban. Tehát a két pohár tiszta víz után a második dolog, amit tettem, az száz fekvőtámasz volt, a harmadik 10 perc csend, a negyedik a kriptohírek elemzése, és az ötödik, az pedig természetesen azonnal a YouTube videó gondolata volt, illetve annak az összeállítása, a gondolataim összegzése. Hogyha tetszenek ezek a napi rutinok, vagy hogyha vannak neked is saját felvett reggeli rutinjaid, akkor dobj egy lájkot, légy szíves erre a videóra. Ezzel le tudom mérni, hogy mennyire tudatosak a nézőim. Tehát, ha mondjuk száz ember megnézi ezt a videót, és abból 20 lájkol, akkor tudom, hogy a nézőimnek pontosan 20%-a tudatos. Tehát, hogyha tudatosan élsz, vagy tudatosan gondolkodsz, akkor dob egy lájkot erre a videóra, légy szíves. Hogyha meg szeretnétek osztani velem azt, hogy ti hogy ébredtek, milyen a reggeli rutinotok, akkor azt nagyon szívesen várom itt a komment szekcióban, és ezt őszintén mondom, nagyon kíváncsi vagyok, hogy kinek hogy indulnak a reggeljei, mennyire indul a reggeled úgy, ahogy te szeretnéd. Végül egy utolsó gondolat, ne felejtsétek, hogy itt sem üzleti, sem befektetési, sem kereskedési tanácsokat nem találhattok. Ha ilyet kerestek, akkor rossz helyen keresgéltek, én csak mondom a magamét, és mindenki azt gondol, amit akar magyarul, ez csak egy véleményvideó, vagy egy gondolatmenet. Lesz sorsolás a videó végén, amint már említettem, ki fogom sorsolni azokat a profit faktor Discord tagságokat, és azokat, azt az alfa kripto tagságot, amit megígértem, és bele is ugranék a fő részébe ennek a videónak. Mint már említettem, ezeket a rutinokat, ezeket a Célokat a reggeli rutinokra nem ma kezdtem, nem ma találtam ki, vagy nem tegnap fogadtam meg, hanem, mint azt már a tavalyi videóban is említettem, ezeket évközben vettem fel. Sokkal jobb, mint hogyha megpróbálnék január 1-től csinálni valamit, hiszen az már olyan elvárásokkal és olyan feltételekkel indulna, Amik engem személy szerint meg szoktak akadályozni ezekben a rutinoknak, ezeknek a rutinoknak a uh, sikeres felvételében. Ma a jó irány betájolásáról lesz szó. A tavaly videóban sok elméleti tippet adtam, fogalmaztam meg célokról, tervekről és cselekvésekről. A mai videóban egy irányt szeretnék uh, veletek belőni, és lesz három tipp, hogy hogy irányítsd te az életedet 2023-ban, és ne pedig irányítottá váljál. És azt hiszem, talán ez lesz a legfontosabb mondandója ennek a videónak. Hol hogy lehet jól betájolni azt az irányt, amiben menni kell. Lásd a célt, és hogyha látod a célt, akkor érteni fogod az odafele vezető utat. Nagyon nehéz a hétköznapokban Egyáltalán tudatosítani, és hogyha tudatosítottuk, akkor is eldönteni, hogy jó irányba haladunk-e a céljaink felé. És ez gyakran azért van, mert sok az olyan tényező, ami elvonja a figyelmünket. Ez mindenkivel előfordul, ugyanúgy velem is, veled is, mindenkivel. Viszont, hogyha a célt látod, akkor azonnal tudni fogod, hogy azonnal magától értetődő lesz, hogy ez a dolog elősegíti, ezt, ezt a célmegvalósulást, tehát a jó irányba mész -e, vagy esetleg távolít tőle. Amíg nem látod a célt, addig csak zavaros dolgokat észlelsz magad körül, és elveszel bennük. Azt fogod várni, hogy valaki mondja meg, hogy merre kell menni. Tehát, hogyha nincsenek kristálytiszta célok, ugye van ez a mondás, hogy ha nincsenek saját céljaid, akkor mások céljaért fogsz dolgozni, vagy ha nincsenek saját álmaid, akkor mások álmainak a beteljesüléséért fogsz dolgozni. És ezt megfordítva, gyakorlatilag, ha, ha inkább úgy uh, tudatosítanám ezt a dolgot, hogy ha benned megvannak ezek az álmok, megvannak ezek a célok, akkor uh, teljesen természetes lesz, hogyha mások elvárnak tőled valamit, akkor ezt csak akkor fogod teljesíteni, hogyha egyébként ez közelebb visz téged a saját céljaithoz. hoz. Úgyhogy itt jön be a képbe egyébként az önbecsülés. Ugye nagyon sokan megpróbálnak minket különböző eszközökkel, akár médián keresztül, akár a családtagink, akár a barátaink lehangolni. És ez a lehangolás, ez nem csak egy energiavámpírkodás, hanem gyakorlatilag arra irányul, hogy ha, csökken, ha csökkenik a vibrációd, hogyha csökkennek a tehát, hogyha ilyen negatív hullámban vagy, akkor sokkal könnyebben vagy irányítható, és sokkal könnyebben megvalósíthatod mások céljait. Gyakorlatilag könnyebb manipulálni téged. Meg az önbecsülés hiánya tesz irányíthatóvá, és az önbecsülés jelenléte az, ami a sorsod irányítójává tesz. Tehát ez nagyon fontos, hogy az önbecsülésünk az mindig, minden nap a helyen legyen. Gondoljatok csak bele saját szituációkba, ahol mondjuk először lerombolták az önbecsüléseteket, akkor ott mennyivel jobban fogadtátok el azokat az iránymutatásokat, amiket aztán az adott illető, vagy szervezet, vagy bárki megpróbált orvosákként felajánlani nektek. Megfordítva, ha nem látod a kiutat, akkor állítsd vissza az önbecsülésedet, és állítsd vissza a fókuszodba a célt, és látni fogod a kiutat. Tehát, hogyha úgy érzed, hogy el vagy veszve, nincs kiút, akkor kezdj önbecsüléssel. Az önbecsülésedet állítsd vissza, és hidd el, hogy sokkal tisztább lesz a kép. El is érkeztünk. A legfontosabb tippemhez, hogy olvas fordítva 2023-ban. És a három tipp, amit adni szeretnék, az három fontos történéssel van kapcsolatban, ami az elmúlt két évben történt körülöttünk és velünk. És ez a három tipp arra adhat egyfajta megoldást, hogy hogy szerezd vissza ezekkel a kapcsolatban az önbecsülésedet, és ezáltal a kontrollt a saját életed felett. Az első dolog, ami történt velünk az elmúlt években, és ami kihatása lesz a jövőnkre, és már kihatása van a jövőnkre, az a világjárvány és a háborúk. A világjárvány és a háborúk az egyik olyan, az egyik olyan eszköz, amivel uh, irányíthatóak vagyunk, mert ezek vezetnek az egyik nagyon fontos tényezőhöz, biztos ti is észrevettétek, hogy nagyon sok terméknek be van szabályozva az ára a boltokban, és én most nem arról szeretnék beszélni, hogy miért van beárazva ez, vagy milyen, mennyire hatásos módszer az, hogy, hogy, hogy megszabják az árát valaminek, és nem a keresletkínálat szabja meg, bár nyilván azért itt ebbe a gondolatmentben már benn van a véleményem is erről, de ez nem biztos, hogy rossz szándék vezeti azokat, akik ezt megteszik. Én nem erről szeretnék most beszélni, a világjárvány és a háború kapcsán, hanem alapjában véve az arról a félelemről, amit az élelemnek a hiányával mm, kapcsolatban szeretnének kelteni bennünk. Gondoljatok annak az embernek a, biztos nem mondom ki a nevét, biztos tudjátok, hogy ki volt az, aki előre elmondta, még azt hiszem 2018-ban vagy 17-ben, hogy világjárvány lesz, és hogy erre fel kell készülni, a többi, holott akkor a vírus még sehol nem volt, tehát érdekes módon ő előre tudta ezt, és képzeljétek el. Hogy ez az ember ma Amerikának a, az élelmiszer termesztése alkalmas területeinek a 40%-át birtokolja. Tehát ez egyfajta visszacsatolás lehet arra, hogy a világjárványnak a keltése az az élelmiszer kínálattal van kapcsolatban. A Természetesen a háborúnak is e, ilyen irányú. E, ilyen irányú indokoltsága lehet, hiszen gondoljatok csak bele, hogy Ukrajnában találhatóak a, a az, tehát a nagyon-nagyon értékes, minőségű földek találhatóak Ukrajnában, maradjunk ennyiben. Nagyon sokak szerint ott egyébként az élelmiszer készítésére alkalmas földterületek, értékes földterületek megszerzése, megtartása a cél. Az egyik cél nyilván. Ne gondoljátok, hogy én annyira. Öm, meg. Tehát jól le lehet ezeket a dolgokat egyszerűsíteni, de egyáltalán nem biztos, hogy amiket mondok, azok úgy vannak. Mindig ö, gondoljátok át, hogy nektek mi jött le eddig a médiából, hiszen én is onnan táplálkozom, csak lehet, hogy nem feltétlenül csak a fősodratú médiát nézem és hallgatom, és ezáltal lehet, hogy egy kicsit más véleményre jutok, mint mondjuk. Tehát nem kell szentírásnak venni, de mi a következő, amit észrevettem az elmúlt egy-két évben, nagyon előtérbe került a, a gender kérdés, és nem tudom, hogy, hogy ezt hogy fogalmazzam meg tisztán, hiszen itt pontosan ez a zavarosság. Pontos ennek a zavarosságnak a felállítása a lényeg. Tehát pontosan az a lényeg, hogy azt gondoljuk, hogy nem vagyunk tisztában önmagunkkal, nem vagyunk tisztában azzal, hogy adott esetben, hogy férfiak vagyunk, vagy hogy nők vagyunk, vagy hogy nőket szeretünk, vagy férfiakat szeretünk, és nem szeretnék megtámadni semmilyen szexualitással kapcsolatos elköteleződést senkiben, tehát ez nem arra vonatkozik, hogy valaki egyenes vagy vagy meleg, vagy nem tudom, mindenféle öm, öm, ezzel kapcsolatos álláspontok vannak, ez nem erről szól. Tehát félreértés ne, félre ne legyen, nem megtámadni szeretném az embereknek az orientáltságát, ez nem az orientáltságra utal, amit én, ami nekem lejött ebből a második dologból, amiből ez a második tippet szeretném adni, hanem pontosan az identitással kapcsolatos, azzal kapcsolatos, hogy sokkal könnyebb kontrollálni valakit, aki egyébként még abban sem biztos, hogy ő fiú vagy lány. Tehát az önbizalom, illetve az önbecsülés az sokkal alacsonyabb valakiben, akiben megkérdőjeleződik az, hogy ő melyik nemhez tartozik. Ez alapjaiban tudja megrengetni azokat az erőket, amivel saját magunk tudjuk irányítani tudatosan az életünket. Ezzel kapcsolatos lesz a második típ, illetve a harmadik típ, az pedig a globális felmelegedés kérdése. Itt is szintén szeretném előre kiemelni, hogy nem akarom megmondani, hogy van-e globális felmelegedés, vagy nincs. Nyilván én is észrevettem, hogy Uh, napján 13 fok volt, és sütött a nap, és uh, pólóban meg pulcsiba sétáltak az emberek, nem kabátba. Uh, nem erről van szó, tehát itt is azt mondanám, hogy nem azt próbálom megkérdőjelezni, hogy van-e vagy nincs, hanem azt, hogy ezt hogy használják. Még csak nem is az érdekel, hogy mi okoztuk-e emberek, vagy ez egy természetes folyamat, vagy, egy, uh, um, vagy a kettőnek az ötvözete, vagy nincs is, tök mindegy, nem ez a lényeg, hanem az, hogy mire használják, amikor irányítani akarnak bennünket. Ugyanis ez a legfontosabb része annak, hogy az energia félelmet keltsék az emberekben. Ugye ott vannak az üzemanyagok, nyilván erre is Magyarországon ott vannak, a, vagy ott voltak legalábbis az ástopa, az üzemanyag ástopal. ott van a világban az, hogy az összes energiaszámla eddig soha nem látott módon, vagy lehet, hogy már láttunk ilyet, nem is ez a cél, tehát nem, persze ki lehet forgatni a szavaimat, meg nem biztos, hogy mindig jól fogalmazok, de azért azt, azt mindenki látja, hogy az elmúlt évtizedekhez képest legalábbis valami őrületes módon emelkedtek meg az energiaárak. Tehát, hogyha az embereknek a, a, a bevételeinek a nagy része energiára, élelmiszerre megy el, akkor sokkal könnyebb őket félelemben tartani, és ezáltal kontrollálni, mint hogyha egyébként annyi ételt vesz, amennyit csak akar a pénzért, annyi energiát használ el, amennyire csak szüksége van, vagy ne adj Isten még pazarol is, akkor sokkal kevesebb esély van arra, hogy őket kontrollálni lehet. A, az alaptézis egyébként az, ebben az egész gondolatmenetben, hogy akarnak-e minket kontrollálni. Ezzel kapcsolatban a Nagy Újraindítás című könyvet ajánlom, az Amazonon meg lehet rendelni, Great Reset című könyvet, és mindjárt kiderül, hogy akarnak-e minket kontrollálni, vagy nem. És egyébként nem feltétlenül a könyvírójától kell legjobban félni, mert soha nem tudhatjuk, hogy ki van a háttérben, és nem is az a fontos, hogy ki van a háttérben, hanem az, hogy azok a hatások, amik minket érnek, azok, ha egy zsibbat állapotban érnek minket, akkor részesen vesszük őket, vagy lehet esetleg fotelforradalmárkodni is, tehát, hogy, ö, hogy ö, tudatos vagy. Ugye három típusba sorolnám én az emberek többségét abból a szempontból, amiről itt ma szó van. Az első az, aki észre sem veszi, hogy mi folyik körülötte, sajnálatos. Remélhetőleg jutnak el hozzá olyan videók, vagy olyan könyvek, vagy olyan tartalmak, amik felnyitják a szemét. Aztán van a második ö, ilyen ö, réteg, vagy vagy kategória, aki tudja, hogy mi történik körülötte, tudja, hogy mi történik vele, de olyan alacsony rezgések ö, irányítják, hogy ö, vagy olyan alacsony rezgés állapotban van, hogy borzasztó könnyen irányítható, és egész egyszerűen félelemből nem tesz semmit. És ez a két típus van mindig többségben, és ö, ő miattuk valósulhatnak meg ezek az egyeduralmak, amik létrejönnek időről időre a történelem folyamán, és van a harmadik embertípus, akiből mindig a kevesebb van, akinek megfelelő minőségű az önbecsülése, tehát tudja, hogy Wayne Dyer szavaival éljek, tudja, hogy nem emberek vagyunk, akik spirituális dolgokat élünk meg, hanem spirituális lények vagyunk, akik emberi élményeket szereznek ebben a testben. Valahogy így szólna szerintem magyarul, az, amit dr. Vendayertől hallottam annak idén, is, ami nagyon megragadott, és ez az embertípus, <coughs> bocsánat, ez az embertípus az, akinek a, azokat a felszabadulásokat köszönhetjük, amik megszüntetik ezeket az uralmi helyzeteket, és akik általában visszaállítják a szabadságot, legyen az politikai szabadság, vagy, vagy bármilyen más terület, és és a gazdasági lehetőségek megteremtését is általában nekik köszönhetjük. Nagyon ritka egyébként, hogyha dagvid szavait idézhetem, nagyon ritka az, amikor egy országban vagy egy közösségben egyszerre van jelen a politikai szabadság és a gazdasági lehetőség. Ez nálunk meg volt a 90-es években, ma már véleményem szerint nincs meg. Ha neked más a véleményed, nyugodtan írd meg kommentben, nagyon szívesen veszem, hogyha uh, soha nem szoktam törölni semmilyen uh, kommentet, hogyha hang nem, uh, nem volt támadó, vagy sértő, vagy uh, vagy olyan, amit személyes offenzívának veszek, mindig nagyon szívesen várom azokat a kommenteket is, amik megpróbálnak érvekkel, tényekkel alátámasztva vitatkozni azokkal a dolgokkal, amiket én mondok, hiszen ezek csak az én véleményeim. Jó, úgyhogy mi lehet a megoldás? Ugye az élelmiszer félelemre. Nagyon jó megoldás lehet, hogyha hosszú távon kitűzünk magunknak azokat a célokat, amiknek a révén saját élelmiszereket állíthatunk elő. Nem kellnek megtörténnie azonnal, lehet ezt fokozatosan csinálni, lehet először csak beszerezni alternatív forrásokból élelmiszert, és utána lehet dolgozni akár éveken keresztül azon, hogy, hogy ettől az élelmiszerlánctól. Függetlenné váljunk, és ö, ide illik talán az a mondás, hogy az emberek sokszor túlbecsülik, amit egy év alatt lehet tenni, és sokszor alábecsülik azt, amit három év alatt lehet megtenni. Tehát ö, nem kellnek azonnal megtörténnie, csak a cél, hogyha tiszta, akkor mindig kristály tiszta lesz az az út, amin haladunk, és tudni fogjuk, hogy, ö, hogy a jó úton járunk-e. Hogy ne felejtjétek a videónak ezt a részét, akár többször is megnézni, hát hogyha elsőre nem esik le, hát nekem is van olyan, hogy valamit 30 évig hallgattam, mire leesett, tehát ez teljesen normális. És a második dolog az a szexuális identitással kapcsolatos tanácsom. Itt nagyon egyszerű a dolgunk, ugyanis látható jelei vannak ezeknek a dolgoknak, és bízunk az ösztöneinkben. Tehát ö, én azt gondolom, hogy ezt nem nagyon kell feszegetni ezt a témát, hogyha valaki úgy érzi, hogy összezavarodott, akkor mindig a salangokat bontsa le ezekről a dolgokról, amik kialakították ezt a véleményt benne, és menjen vissza a gyökereihez, és azonnal tudni fogja, hogy fiú-e vagy lány. Véleményem szerint ez is nyilván lehet vitatkozni. Aztán ö, a következő, a globális felmelegedés kérdése és az energia Én most nem megyek bele abba, hogy ez a maga, ez a háború is eleve az energiaválsággal milyen szinten van gazdasági kapcsolatban, vajon uh, Putyin tudta -e, hogy uh, mi fog történni, vagy felkészült-e, vagy ne adj Isten mondjuk kooperált ebbe, vagy egyáltalán szó sincs ilyenről. Uh, ezzel kapcsolatban uh, azt tudom mondani, hogy mindenki próbáljon meg utána járni ezeknek a dolgoknak, mert minden ezzel kapcsolatos anyag fel lehető egyébként az interneten. Hogy ki, hol, milyen szervezeteknek volt a tagja, milyen iskoláknak volt a növendéke, hol, kikkel találkozhatott korábban a pályafutása során, és ezekből sok mindent össze lehet rakni. A téves következtetésekre is lehet jutni, éppen ezért mondom mindig, hogy ne csak azt hallgassátok meg, amit én mondok ezzel a témával kapcsolatban, nem járjatok utána, és alakítsátok ki a saját véleményeteket. De a lényeg az, hogy az energia válságra hogy lehet megoldást találni. Tehát ugye volt összör az élelmiszer, volt aztán a szexuális identitás és az energiaválsága kapcsolatos megoldás, és az energiafélelemmel kapcsolatos, energia kapcsolatos, energiaválsága kapcsolatos megoldás, az pedig szintén összefüggésben van a, azzal, amit az élelmiszer uh, lánctól való megszabadulással uh, kapcsolatban tudtok tenni, tehát olyan területeket próbáljatok meg uh, Használ, hasznosítani, nem feltétlenül kell megvenni őket, lehet ezt bérelni, vagy akármi, ez attól függ, hogy neked mi szimpatikus, ahol tudtok, le tudtok válni azokra az energiahordozókról, amiktől függünk. Tehát lehet ez napelem, lehet ez hőszivattyú, lehet ez passzív ház kialakítása, lehet ez ö, olyan ö, olyan közlekedési eszközöknek a használata, amik nem függnek mondjuk az üzemanyagoktól, vagy olyan üzemanyagoktól függ, amiket elő tudtok állítani, és megint mondom, hogy ez nem feltétlen kell, hogy egy hét alatt, hónap alatt történjen meg. Tudom, hogy mindenhez kell pénz, ugye ezért is vagyunk a kriptóban, azt gondoljuk, hogy itt gyorsabban lehet. Előnyre szert tenni, de egész egyszerűen lehet, hogy csak ki kell választanotok egy olyan időszakot a napjaitokban, egy olyan szokást kell kialakítanotok, amikor tudtok foglalkozni olyan extra jövedelmek megteremtésével, amik segíthetnek ezekben a célokban. Úgyhogy ez lett volna nagyjából a gondolatmenet. Emlékezzetek mindig vissza arra, hogy kik vagytok, hogy, hogy ki miben hisz spirituális lények, isteni lények, ö, ö, mik vagyunk. Ö, minden esetre mindenki próbáljon meg visszatérni a gyökereihez, emlékezni, és azokat a, ö, azokat a gyökereket megtalálni, amiknek a kapcsán az önbecsülését vissza tudja szerezni, és ezáltal sokkal kevésbé leszünk kontrollálhatóak, higgyétek el. Ö, gyorsan meg szeretném ejteni a sorsolást úgyhogy ö, már is belecsapunk a lecsóba. Oké, okay. 22-en töltöttétek ki a kérdőívet, 22 a jelentkező érkezett, úgyhogy ö, már is kezdem a sorsolást. Az Alfa Kripto egy hónapos tagságot a következő ember nyerte, aki annak az, a neve először ki fog itt jönni. Arra kérlek, hogy a... Ö, Morojanos Csaba ra írjál légy szíves egy e-mailt, és ez mindenkire vonatkozik, tehát a Morojanoscsaba kukac, ra írjon a nyertes mindig e-mailt, a nevével, a Discord címével, és a YouTube felhasználó nevével, és oda fogom ennek az e-mailnek a válasz e-mailjében lesz az adott Discord szerverre a meghívó. Tehát, aki az Alfa Kripto egy hónapos tagságot nyerte, nem más, mint, nem más, mint, Mohacsek Ferenc, az ő nevétel is távolítjuk innen, aki a Profit Faktor egy hónapos tagságot nyerte, ebből három lesz, ebből kisorsolva. Az első Gil Rita, gratulálok, te is írjál e-mailt, légy szíves az, adott az elemekkel, amiket mondtam. A második egy hónapos tagságot nyerte Porogi Roland, gratulálok. És a harmadik egy hónapos tagságot nyerte... Schmidt Gábor, gratulálok Gábornak is. Az első két hónapos tagságot nyerte. Hát, Gyuri, sajnos azt kell mondjam, hogy hála Istennek, te előfizető vagy, <laughs> azt konkrétan tudom, úgyhogy Gyuri, Gyurinak meg találunk majd egy másik, másik díjat, őt le is veszem minden a listáról, és újra sorsolom a második két hónapos tagságot, és mindenki másra igaz ez egyébként, tehát ha véletlen valaki már az adott szerveren előfizető, vagy nyerte az alfakriptós sorsoláson a másik szerverre, tehát, hogyha valamiféle duplikáció lenne, akkor ott azt majd máshogy próbáljuk meg kompenzálni. Tehát Horváth János két hónapos tagság profitfaktor szerverre gratulálok. Rauch Attila szintén két hónapos tagság. Gratulálok! És a fő díja, tehát a Profit Faktor három hónapos Discord tagságot pedig nem más nyerte, mint Takács Andor. Gratulálok mindenkinek, írjatok e-mailt a morojanoscsabakukac e-mail e címre, legyen benne a nevetek, a Discord nevetek, hashtaggel együtt, illetve a YouTube felhasználó nevetek, és ha valaki egyébként tagja az adott Discordnak, amire a sorsoláson kapta a nyereményt, akkor ezt is jelezze az e-mailben, és akkor vele valami külön díjat fogunk rendezni. Jó, úgyhogy gratulálok mindenkinek, aki nyert, aki nem nyert, ő meg majd nyerni fog legközelebb. Tudjátok, hogy mindig szoktam sorsolásokat csinálni, hol ezt, hol azt, hol amazt, mindig amit, amit sikerül úgyhogy hát ennyi fért a mai videóban, remélem nem lett túl hosszú, mindenkinek kellemes és gazdag egészségben teli szeretetteljes boldog új évet kívánok, a dollár vagy a bitcoin legyen veletek, és ne felejtjétek a profit faktor bennetek is ott van, sziasztok, találkozunk a következő videóban.